Köszöntelek, legyen szép napod. Hát mostan kijöttem ide a a műhely elébe. Hát úgy mondom, hogy ebédelni végső sorba. Ez egy ilyen paradicsomos húsgombóccal megtöltött paprika, meg tört krumpli. Hát a fűszerezés ilyesmi, most a készítési módot, meg az ilyesmit azt nem mutatom be végső sorba, hát ez egy ilyen alapkaja, tehát ez a munkahelyi kajám lényegében, tehát ez lett most ebédre. Én ezt mostan így kenyér nélkül eszem általában, és hát tehát ezt fogom ebbe a videóba mostan elfogyasztani. Lényegében erről fog szólni a videó. Közben, hogyha jó lesz a mikrofonos részem, akkor majd hang is lesz, hanem akkor egy ilyen akármilyen, nem tudom milyen videó lesz belőle. Tehát ez töltött paprika, tört krumplival. Tehát egy egyszerű, hagyományos, hát ilyen magyarosan megcsinálva végső sorba, de lehet ezt akár, nem tudom, akármilyen világba elkészíteni. Úgyhogy azt is mondhatom, hogy mindenkit meghívok magammal ebédelni, egy ebédre, közben fúj a szél. Én nem tudom, én már lassan el fogom nevezni magamat ilyen viharos videósnak, mert végső sorban mindig valami viharba kell ennem, vagy videót csinálnom, tehát így jön össze a dolog, tehát így van az idő. Úgyhogy nem húzom az időt, hanem próbálom megenni ezt a ételt. Na szóval, én ezt tehát én nagyon egyszerűen fogom megenni, tehát ahogy esik puffan, tehát nem szoktam vele mórikálni. Tehát egy ilyen egyszerű késre így megvágom. Ez egy bármire használható kés végső sorba. Ezt a konyhai késeket, annyira azt a nagyon buta, életlen késeket nem nagyon szeretem. Ez meg egy ilyen nagyon olcsó, hogy mondjam, ez a tömeggyártott kés lényegében. Tehát ez meg egy tömeggyártott olcsó villa. Itt meg rajta a paprika. Hát ez, most lényegében elmondom, hogy milyen lett ez. Hát ezt én készítettem végső sorban. Hát a receptet azt majd leírom körülbelül, hogy volt, vagy hogy van csinálva. És aki akarja, az elkészítheti. Úgyhogy jó étvágyat mindenkinek, aki eszik velem, vagy pedig magamnak. Na, odáig eljutottam most első falatnál, hogy sikerült a rizsát megfőzni. Egy kicsit borsos. Így. Ez gyerekkoromban ezt a paprikát én nagyon utáltam. Tehát nem bírtam megenni sehogy se. Azt katonaságnál, közben repül egy szép madár, nem tudom, most a kamerát nem akarom ráncigálni. De egy, nem tudom mi ez, nem gólyász, hanem valami kócsak, vagy valami ilyesmi, valami nagy madár. Jó, tehát már adtam is magamnak egy lájkot, lehet ott is nyugodtan, aki akar. Így mellett közben elmondom, hogy aki teheti, az iratkozzon fel a csatornára, kommenteljen, és akkor ezzel a videóval kapcsolatban is mondja el a véleményét. Azt is hozzáteszem ehhez a videóhoz is, hogy én ezzel nem készültem egyáltalán, tehát hogy én ezt nem gondoltam, hogy én ezt meg fogom csinálni, ezt a videót. Ide tettem magamnak vizet, úgyhogy a poharat azt nem hoztam. Na mindegy. Nagyon jó. Mert szóval azt akarnám én mondani, hogy ezt gyerekkoromban én ezt nem ettem meg sose. Tehát nagyon nem szerettem. Azt katonaságnál kimentünk egy ilyen valamilyen területre, most nem mondom, hogy milyen területre. És hát nagyon sokat járkáltunk ott össze-vissza, mint az idióták. Megcsináltuk a dolgunkat. És hát
akarva vagy akaratlanul az ottani konyhások, vagy nem tudom, tehát akik ott intézték a kaját, azok elfelejtettek kajátozni. De szerintem ebben valami akaratosság volt, vagy, tehát, vagy véletlen volt, nem tudom, tehát nem akarom egyik oldalra sem mondani semmit, hanem az a lényeg benne az egészben, hogy hát egész nap után igencsak éhesek lettünk, és hát ahogy gyalog mentünk hazafele, hát nem tudom, ilyen főzde volt, vagy étterem, vagy nem tudom, ilyen kisebb valami, ilyen főzőhelység, ahol így kiszolgálták a népet, vagy az embereket, persze pénzé nem ingyenbe. Na ottan a menü, az csak ez a töltött paprika volt. Hát azt mondom, ezt kifogtam, mondom, hát töltött paprikát, én ezt soha életben se eszem meg hát nem bírtam lenyelni egyszerűen, nem bírtam megenni, tehát tényleg nem, meg a főtt hagymát, azt nem bírtam megenni. Na azt ottan így egy kanál, ezt a végén még kiderült, hogy még íz lett is. Na azt ott, hát éhes is voltam, egy-két tányira elfogyott simán, úgyhogy finom volt, és akkor utána már szerettem is a töltött paprikát. Úgyhogy most is szeretem. Közben eszem, mert akkor nem tudom megenni a videóba. Ez 3 darab töltött paprika. Krumpli hozzá. Sok krumplira kíváncsi vagyok, csak ezzel áll, nekem jött. Jó lett, szépen el van dolgozva. Nem mindig sikerül a krumpli, van amikor ilyen nyerses a krumpli, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát ilyen nem jó. Ez most szépen össze van dolgozva. Na, oké, még a paradicsomból is egy kis megállapítás, mielőtt. De közben én nagyon allergiás lettem most valamire megint. Szénhonátás vagyok. Hú. Ezt, ha gusztustalan lettem volna hirtelen, akkor azt majd szépen kivágom. Vagy nem. Tehát. Hú. Rossz ez az allergia. Nem. Hát az attól még enni kell, attól, hogy valaki allergiás, attól még enni kell. Tehát. Nagyon jó. Jó van, ezt megúsztam. Meg olyankor van ez az allergia, ha így belenézünk a napba, akkor strüsszülök. Szóval a paradicsomot akartam mondani, hogy ez egy ilyen kellemesen sűrűre sikeredett, tehát jó. Kommentbe le lehet írni, hogy legyen-e itt ezen a csatornán, én tőlem ilyen főzős videót csináltam már egy párat, kisebb-nagyobb sikerre, de hát hogyha úgy van, akkor csinálok, tehát. Szépen össze lett dolgozva a darált hús meg a rizsa. És krumpli is hozzá. Hát akkor folytatom tovább, hogy minden igaz.
Csak szerintem megállt a kamera, valami, lehet, hogy rászállt a légy, vagy pedig túl meleg van, így belejövök ide a képbe. Hát én nem tudom, szerintem megy szépen. Oké, megyek vissza, már akkor vagy betelt. Már olyan is lehet amúgy. Jó. Oké, és akkor folytatom tovább. Tehát még ennyi van, hogy megállt a videó, tehát ennyi van benne. Így. A paradicsom az meg kellemesen ilyen, hogy mondjam, ilyen cukros, tehát minimálisan cukros, tehát korrekt a paradicsom része, vagy a paradicsomos szósz lényege, vagy a, tehát őtet mondom, a paradicsomot mondom. Oké. Így, ez szerintem megfogyott, vagy elfogyott. Tudok különböző jó szójárásokat, amit magam túl alakul ki. Tehát ilyen lett a tányír üres végső sorban. Hát remélem, hogy nem. Hát összeparad is, most tudtam a kést lényegében. Oké, és akkor még nem pocsékunk. Itt a szélit. Ami lehetséges, azt kitakarítom, így a kanálom általában. Tehát lényegében azt akarom én mutatni, hogy tehát, hogy hát ezt a egyszerű levést, ahogy szoktam, tehát bárhol, ahol éppen van hely, vagy valami, tehát nem egy adott helyen, hanem össze-vissza, tehát én mindenhol tudok enni, tehát fent a tetőn is, ha kell, tehát lent a pincébe is, tehát bárhol, tehát erdőbe is, kint, amikor kint vagyok, tehát ott is ugyanúgy. Közben lehet, hogy jó összeparadicsomozta itt a szakállamat, van minden. Na szóval én ennyi voltam, tehát elfogyott az étel. Hát köszönöm, hogy lett étel, tehát ezt így meg szoktam köszönni. Akar kicsulának is, tehát most ezt direkt nem mondom, hogy mi, de hát így köszönet azért, hogy volt ez az étel, hogy meg tudott alakulni ez az étel. És akkor köszönöm szépen a figyelmet. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzál fel, kommentálj, szólj hozzá, és akkor mondd el a véleményedet ezzel a paradicsomos paprikával kapcsolatban is. El lehet mondani a véleményt a videóval kapcsolatban is. Tehát így mindennel kapcsolatban. Közben mindenkinek az egészségére, iszok egy kis vizet, mert közben én szomjas is vagyok. Ez egy tiszta víz, tehát onnan jött a csapból. Tehát szoktam mondani, hogy nem iszok egyáltalán ilyen alkoholos italt, meg ilyesmit, mert csak így megjegyzem, mint hogyha valaki félreérteni a dolgot. Tehát egyáltalán nem iszok ilyen alkoholt, meg ilyesmit. Hát most már ilyen kólákban, meg az ivólevekben is ott is azért lehetőleg olyan legyen, hogy tényleg, hogy gyümölcsből vagy valamiből legyen, tehát ami a természet adta lényegében. Nem vagyok ez a nagy természet imádó olyan téren, meg nem tudom, tehát ilyen okoskodó se semmi, de hát azért, hogyha mondjuk almalé, akkor az almából legyen. Tehát azért iszom az almalevet, mert hogy almának a levit akarom beginni, nem valami, nem tudom micsodát. Na.
Amúgy avval sincs semmi baj se, hogyha tényleg úgy a cukor mennyiség a karmisodnál lehet, hogy jó, vagy akarom mondani, ilyen mű italokat is készíteni zárójelbe, de tényleg olyan legyen benne, hogy az embernek ne legyen kárára. Attól függetlenül, hogy nincs benne semmi, attól még a szomjat oltassa az is. Úgyhogy teljesen mindegy. Úgyhogy ennyi a videó. Köszönöm szépen a figyelmet, legyen szép napot. Ha tetszett a videó, ahogy mondtam is az elébb, iratkozzál fel, kommentálj és szólj hozzá, és mondd el a véleményedet. Jó legyél. Like, iratkozás, mi van még? Oszd meg, tehát tessék, meg lehet osztani nyugodtan a videót. Köszönöm szépen a figyelmet, legyen szép napod.